Martonos Róla a szabadkai állomáshelyű magyar király 6. honvédi gyalogezredhez tartozó császári és királyi 86. gyalogezredbe sorolták be a helyeket, így a martonosi Tandari Erzsébet egyik felmenőjét is. Az első világháborúban déd nagyapám, idősebb Simon Mihály veszett oda 1915-ben Galíciában. Tudom a történetét. Érdekes, nagyon érdekes és hihetetlen, hogy erre rábukkantam. Az első világháborúban a monarchia másfél millió katonája közöttük 189 martonosi magyar, szerb és roma esett el Galíciában, az orosz és az olasz fronton, meg Bukovinában. A 189 elesett martonosi emlékére másfél millió anyaországi forintból újították fel a közel egy évszázados emlékművet, amely a helytemetőben kapott helyet. A legfontosabb, hogy nem tehetjük meg, hogy elfelejtünk, nem tehetjük meg, hogy nem emlékezünk. A gyermekeinek át kell adni hitelesen a történelmet, tudni kell róla valóban, hogy hány millió ember pusztult el az első világháborúban. Egymásra vagyunk utalva, akik együtt élünk, és legyünk magyarok, szerbek, szlovákok, románok, akik a régiót lakjuk. Tisztában kell, hogy legyünk ezzel. Tisztában kell, hogy legyenek ezzel a gyerekeink is, és ez mellett nagyon fontos, hogy az emlékeket őrizzük az áldozatoknak, a hősöknek az emlékeit. A martonosi első világháborúbeli honvéd hősökről hamarosan könyv jelenik meg. Voltak olyan témakörök, amelyeket nehezebben lehetett kutatni, amelyhez kellett egyszer Magyar Akadémiai Vegyesbizottság, és utána lehetett foglalkozni vele, de én azt gondolom, hogy már eljutottunk oda, hogy ez már inkább csak akarat kérdése, tehát hogyha van elszántság, akkor már lehetőség van a kutatásra, hiszen a levéltárak nyitva vannak. A felújtott emlékeken a megemlékezés virágait és koszorúit elhelyezte Magyarország szabadkai vezető konzulja, a Csongrád megyei közgyűlés és a vajdasági kormány, még a magyar kanizsai önkormányzat képviselői, valamint az elesett honvéd katonák leszármazottai.